Vidám és eseménydús bálon vehettek részt a kistarcsaiak november 19-én a Csigaházban, melynek keretein belül jelentős összegű támogatást gyűlt össze a gesztenye és óvoda és tagóvodája számára. A befolyt összeget korszerűsítésre fordítják. Ajkad a számhoz, mint hűs a likőr, úgy sívult, problémák nem voltak csak megoldások. Az érkező vendégeket Juhász István alpolgármester fogadta, majd következett az ünnepélyes megnyitó. Köszöntötte a megjelent vendégeket, illetve Ratimovszki Tiborné óvodavezetőt, Juhász Istvánt, a kistarcsai vállalkozók baráti körének elnökét és a város polgármesterét, Solymosi Sándort. Üdvözlök mindenkit a jól számolom, már a 6. Erzsébet és Katalin bálon, amit a önkormányzat szervez közösen a vállalkozók baráti körében. Első körben szeretném a kistarcsai vállalkozók baráti körének elnökét, Juhász Istvánt megkérni, hogy röviden köszöntse a megjelenteket. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az újabb Erzsébet Katalin bálon, ami egy jótékonysági bál, most már hagyományosan. És tényleg itt gondolkoztunk itt az alpolgármester úr, illetve a polgármester úr, hogy vajon hagyadik is ezt, tehát mondom, érdemes lett volna ebből egy ilyen vetélkedőt indítani, hogy kitalálja el, hogy most az 5. vagy 6. vagy 7. hiszen úgy összefolytak itt az évek. Úgyhogy reméljük, ez még majd sokáig folytatódik. Juhász István elmondta, mennyire örül, hogy sokan tiszteletüket tették a jótékonysági bálon. Régi ismerősök és újak egyaránt. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog. Nagyon köszöntök mindenkit, aki új arcokat is azért látok, hála Istennek, de nagyon sok a megszokott, idézőben régi arc, akik minden bálon megtisztelnek bennünket, illetve ugye ezzel segítik céljainknak az elérését. A bálon megjelent vendégek közül külön köszöntésben részesültek az erzsébetek és a katalinok. Őket egy szálvilággal örvendeztette meg a polgármester, Solymosi Sándor és Juhász István, a kistarcsai vállalkozók baráti körének elnöke. S a part lapszívünkben eredt vágsak, könyvpatak, ajkad a számhoz, mint hűs. Ezt követően Kistarcsa városának polgármestere ünnepélyesen megnyitotta a 2016. évi Erzsébet Katalin bált. És most mielőtt a vacsorát megértenénk, megkérném Solymosi Sándor polgármester urat, hogy akkor nyisson meg a bált. Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, és ezen megnyitom a bált. De mielőtt megnyitjuk tényleg a bált, engedjék meg, hogy néhány mondattal tájékoztassam a tisztelt egybegyűlteket, mert olyan jó látni, hogy a közmeghallgatásnak is otthont adó teremben most egy kicsit többen vannak. Elérkezett a váróvárt pillanat, úgy néz ki, hogy a jövő héten az Aulik utcát leaszfaltozzák. És megszűnik a kártyunk sora, hiszen mindenkinek minden jót, most már tényleg megnyitom a bárt. A város első embere elmondta, milyen jól működik együtt az önkormányzat és a kistarcsai vállalkozók baráti köre. Nagyon fontosnak tartom, hogy a vállalkozói szféra és a közszféra egymáshoz utat talál egy ilyen rendezvény keretében, amelynek a célja egy jótékonysági rendezvény. Ennek keretében pedig az óvoda aktuális egyik legfontosabb problémáját tudjuk orvosolni, megoldani. Elsődlegesen említése méltó, amit itt a megnyitóban is említettem, az óvodának a bővítése két csoportszobával, de ezen kívül természetesen mindenféle pályázati lehetőségek, amelyek a közép-magyarországi régióban megjelennek, azokat mind a vállalkozók, mind az önkormányzat maximálisan igyekszik kihasználni. Az óvoda részéről igényként merült fel ez a korszerűsítés? Tulajdonképpen ez már egy több éve meglévő probléma. Mindkét óvoda épületünk régi, közel 30 évesek. Az épületekben, mind a kettőben van olyan gyermekcsoport, ami közvetlenül kívülről, szabadtérről közelíthető meg, és az öltözőbe érkeznek meg a szülők. Nehezítette az elmúlt években a probléma megoldását,
hogy a bejárati ajtók fölött minden öltözőben valamilyen vezeték, gázvezeték, villanyvezeték húzódik, tehát mint azt több óvodában megoldják, vagy akár itt a Csigaházban is egy függönnyel nem lehetett emiatt megoldani ezt a problémát. Ez a bál most lehetőséget nyújt arra, hogy ezekben az öltözőkben légbefújással, tehát egy korszerű, modern eljárással a meglévő régi építészeti műszaki megoldásokhoz igazodva tulajdonképpen a hideg levegő beáramlását helyettesítse, megakadályozza, amikor a gyerekek öltöznek. Jótékonykodni sokféleképpen lehet, azonban egy bál keretén belül mitől más, mint az egyszerű adakozás? Most mondok erre egy példát. Annó volt a padörökbefogadási akciónk, amikor az uszoda előtti teret csináltuk, és akkor én körbe telefonáltam a lehetséges támogatókat, megmondták, hogy támogatják vagy nem, elküldték a pénzt, megvettük a padokat, és most ott vannak, és azóta is díszíti kis tartsát. Ez egy viszonylag egymástól különálló történet, míg egy bálnál a támogatók találkoznak is. Tehát ez egy mindig egy közösségi kapcsolatépítésre alkalmas helyszín, találkoznak egymással azok, akik esetleg a rohanó hétköznapokban nem tudnak, és esetlegesen olyan barátságok, olyan jó kapcsolatok kötetnek, amik utána mind az ő magánéletükben előnyös lehet, mind pedig a város életében, hiszen esetlegesen egy újabb cél érdekében könnyebb összefogni őket, hiszen ismerik egymást, tudják, hogy igen, a másik is belefogadni, igen, a másik is segíteni fog, és akkor ők is könnyebben adnak, és ez egy, a végeredményben kialakul egy jó közösség. Nem mondhatom, hogy Kistarcsán van egy olyan erős mag, akik bármilyen ötletünk van, bármilyen fejlesztésről legyen szó, bármilyen projektről legyen szó, azt mondják, hogy igen, mögé állunk és segítünk. Ilyen például most az óvodának ez a 5 csoport szobájának az öltözője, amit így most el fogunk tudni látni egy-egy légfüggönnyel, ami megakadályozza, hogy kintről a hideg az öltözőkbe bemenjen, és ami nagyon fontos, hogy természetesen annak is nagyon örülök, hogy ismét sikerült a Csigaházban egy teltházas rendezvényt csinálnunk, de ennyi támogatói jegyet még soha nem adtunk el. Tehát ez egy rekord dolog, és ezekben a támogatói jegyekben élen át az óvodában foglalkoztatott gyerekeknek a szülei, illetve a pedagógusok. Tehát én innen is szeretném nekik megköszönni, hogy ennyire magukénak érezték ezt a projektet, és segítettek abban, hogy ők példát mutatva rávegyék a többi támogatót is, hogy ők is támogassák ezt a kezdeményezést. A báli jó hangulatáról és a jelenlévők szórakoztatásáról az online zenekar gondoskodott. Amikor érkezel este felé, lesznek az ablakon át, nyitom az ajtót és egyszerében mosolyog rám a világ. Színesnek látom a szürkületet, miközben bámulok rád. Csoda finom vagy, esti boldogság. Hé, 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 valaki gyorsan a gondolatom, mi az, amit szeretnél? Valaki gyorsan a hangulatom, húzd ki a szíved antennáját. Valaki gyorsan a gondolatom, nagyon okos lehetnél. Tudod te jól, na és én is tudom. Megközelítőleg egy órán át szórakoztatta a kistarcsai közönséget az est sztárvendége, hazánk egyik legnépszerűbb operett musical énekese, Egyházi Géza. Ha végre egy asztal, aki elkezdett kiszabadni. Sajnos engem ide láncol a mikrofon, nem tudok mivel kocintani. Jelképesen
Minden jótékonysági bál szerves része a tombola sorsolás, melynek nyereményeit most magánszemélyek és vállalkozók ajánlották fel, ezzel is segítve a cél elérését. A bál során befolyt összegből, az önkormányzat támogatásából és a kistarcsai vállalkozók baráti körének összefogásából valósul majd meg az óvoda korszerűsítése, mely megközelítőleg 750 ezer forintnyi összeget jelent. Neked könnyű lehet, de az itt nekem se rossz, arra gondolok, amire akarok. Neked könnyű lehet, de az itt nekem se rossz, arra gondolok, amire akarok. Republik! 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 Cs-cs-cs-cs!